Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél Mbumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk a Draft to Glory sorozatunk következő epizódjához. Srácok, arra gondoltam, hogy ebben a részben a legmagasabb ratingű játékosokat fogjuk kiválasztani a draftban, úgyhogy lássuk tehát a legmagasabb ratingű draftot. Nincs más hátra, mint befizetni a jópofa draftunkra, ami jelen esetben 300 FIFA pontba, vagy 15.000 coinba fog kerülni, hát én most a 300 FIFA pontot választom. Van egy 3-4-1-2, egy 4-1-2-1-2, egy 4-2-3-1, egy 5-2-1-2 és egy 4-3-3-as formáció. Én a 4-2-3-1-et fogom választani, mert abban még soha nem játszottam idén draftot. Lássuk akkor, a legnagyobb ratinget kell ugye választanunk, ez természetesen itt most jelen esetben a Ronaldo kártyája lesz. Com pozícióba nem más fog érkezni, mint Bernardo Silvának a kártyája. Nem biztos, hogy lesz ugye összhangunk, hiszen a legmagasabb ratingeket fogjuk kivenni folyamatosan, de ez a szépsége ennek a draftozgatásnak a mai napon. Okocsa jó lesz, eddig egészen jó kis csapatunk van amúgy. Hogyha lesz összhang, akkor ebből még lehet is valami. Következő játékos Dani Olmo, ami valami csillagos inform kártya, és 5 csillagos skill move-za van, teljesen baráti. CDM pozíció. Hát itt tudunk három közül is választani. Vecino testvérünk, Höjbjerg, vagy pedig Fernando. Hát szerintem én a Vecinót veszem ki, vagy ki a tökömet. Jó lesz az nekünk. Itt egy Fabinho, vagy akár egy Rodri is szóba kerülhet. Szerintem Rodrit vegyük ki. Sokkal jobb lehet, mint a Fabinho. Következő játékosunk az Guerreiro lesz. Nem igazán lesz összhang, ahogy látom, de hát ha ebből valamit össze tudunk hozni. 93 blan, az viszont elég jól hangzik. Tökéletes. Következő Córdoba. Hát mondjuk a Kingnek is örültem volna, de a Córdoba szerintem valamivel jobb játékos ingém. Aztán van két 80-as játékosunk. Hát ez vagy Frimpong, vagy ez a Kufál nevezetű faszi Gyuri lesz. Én inkább a Frimpongot veszem ki. Nézzük a következőt. 90-es értékelésű Donnarumma, akinek sajnos semmilyen tekintetben nincs összhangja. Hát kicsit net. Na mindegy, nézzük a cserepadot. 89-es Csesnyi, szerintem neki sincs szintén összhangja, de egy van. Ez mondjuk baráti. 90-es ratingű Koulibaly. Hát most Koulibalyt vagy Córdobát játszassam, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egyelőre még nem döntöttem el. De valószínűleg a chemistry miatt talán a Córdoba jobb megoldás lehet. Következő, egy Hakimi. Na az viszont jó lehet, mert a... Ja nem. De jó lehet, mert berakjuk kapuba a Donnarummát, és ez így egész baráti. Nem mintha sokkal több chemistrink lenne, szerintem még alacsonyabb is lett, de mindegy. Havertz az egy opciónak jó lehet ide. Vagy... Ja, ez így jó. Nézzük tovább. Következő, Doan. Soha életemben nem hallottam még róla. 86-os Dybala. Következő játékosunk. Az egy 82-es Malinovski. 87-es Berkuis faszi Gyuri. Jó, gyorsan összerakjuk így ezt a draftot. Benrahma. Cancelónak jobban örültem volna. Nagyon őszintén, olyan jó összhangot adott volna. Így jártunk, legmagasabb ratingű draft átka. 96 Courtois. Be tudjuk építeni vajon? Hát sajnos nem. Netz kategória. 77-es Demiral a következő. És az utolsó játékosunk az egy 82-es Anderson Talicska.
Hát, hogy ebből mit tudunk kihozni, az egy jó kérdés. A középpályán lesznek problémák. Sem a Vecino testvérem, sem a Rodrim. Hát nem valami acélos a középpályán. Meg is van az első ellenfelünk, lássuk, hogy milyen csapata van. Hát ő nem annyira combos, vagyis nem tűnik annak. Aztán majd ingame ki fogja adni, hogy ez mennyire egy jó keret. Hogy kéne változtatni a csapaton? Szerintem egyelőre sehogy. Ez nem rossz. Gól! Így is van! Bernardo Silva! Gyönyörűen bebassza, ki fogsz lépni? Kilép. Hát az meglepő. Draft első góljánál kilép a gyerek. It is what it is, bros. Megyünk a következőre. Az nem. Ez nem volt lesz! Az jó. Az gyönyörű lesz, ha 2-0 le... Mi folyik itt? Az milyen passz? Meg kell rúgnod! Nem tudok rúgni! Tizi. Szétakad a játék, gyerekek. Nem tudok mit csinálni. Középre bepányánkázom a faszomba. Így is van! Let's go! Gyönyörű Ronaldo, ez vagy. Az jó lehet. Elbassza! Gól! Hát hányszor blokkol neki a játék? Minden labdát csímbe adnak a játékosok. Minden egyes labdát. Zseniális lesz így játszani. Nézd meg, 4-5-6 embere fent van. Jó, második fél időben gyerekek, ezt meg kell vernünk ezt a srácot, mert konkrétan only attackot nyom folyamatosan. Tehát végig csak fent van. Ezt valahogy meg kell vernünk ezt a fiút. Berramát behozom. Nem tudom, mit kéne csinálni, hogy le tudjam szerelni a gyereket. Nehogy bemenjen! Ilyen nincs. Tehát egy Bergkamp nem fejelhet meg 3 embert. Oda néz már, bazd meg! Hát, nem tudunk mit csinálni egy Bergkamppal egész meccsen. Semmit nem kell csinálni a gyereknek, mert bazd meg, folyamatosan csak letámad, és beszopjuk a faszt. Ennyi. Tehát letámad, és instant gólt kapunk tőle. Nem tudunk mit kezdeni vele. Gyönyörök, még hát, ha visszajövünk, gyerünk már, bazd meg. Nem megy be. Hagyjuk már! Nem lehet elnyomni egy játékosát se! Bazd meg, ez tényleg egyről helygeci ez a meccs. Már akkor láttam, hogy beleszopjuk ezt a meccset, mikor 3 embert fejel meg egy szaros Bergkamp. Jó, akkor srácok, én azt mondom, hogy erre a meccsre mondjatok valamit, létszik. Köszi. Ez vicc. Tehát az, hogy konkrétan össze-vissza rugdossa a gyerek a labdát, és kikapunk tőle. Ott van. Nem lesz időnk sajnos. GG. Hú, de ideges vagyok, geci. Ezt kimisszelte a Ronaldo. 97 Ronaldo. Nem mutatja vissza. És neki meg ezt befejelte a Bergkamp. A Dennis Bergkamp ezt. Oda nézzetek. 3 játékos között.
Totti Hakimi, Guerreiro, speckólap, Okocsa. Hogy misszelte azt ki ott a Ronaldo? És itt meg mém mozgása volt a Blandnak. Beragad. Mindegy, ez ott ment el, hogy a Ronaldóval kihagytuk a helyzetet. Ez van. Van ilyen, sajnos. Lose. Srácok, ettől függetlenül én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Ha tetszett, mindenképp jelezz egy lájkkal, illetve a komment szekcióba írjátok már le a mérkőzésen történtekről a véleményeteket. Nincs mit hozzáfűznem. 97 Ronaldónak bárhogy nézzük, azt az ittszert jobbal ballal be kell rugnia. Nem rúgta be, kikaptunk, ennyi, így jártunk. További szép napot kívánok mindenkinek, ciao, szevasztok!